Az angol kert rehabilitációs program második ütemében már elkészült a nyári konyha és a vízi madártó. Második ütemben a nyári konyha épülete már elkészült, ennek is ugye még egy kisi belső felújítási részei vannak. Az ütemnek a további részében a vízi madártó és a környezetrendezési feladatokat még ugye az angol kert területén még lehet látni, hogy a munkák folynak. A vízi madártó, ami a kiskastély alatti szakaszon a Cseketó és a járda melletti részen, ugye a régi Eszenházia korában volt egy kis tó, ennek az újra helyreállítása. A nyári konyha meglehetősen egyszerű formájú épület, mégis vakolatlan mészkőfala, a gyönyörűen rendbehozott belső tér azt igazolja, hogy a konyha egyáltalán nem volt mellékes a család számára. Egy 200 éves, több mint 200 éves épületről van szó, itt mögöttem levő épület a konyha rész. A Tanépépítő Kft.-nek mintegy három hónapja állt rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az épületet visszabontsuk, és aztán megpróbáljuk a akkori kor szellemének megfelelően, de már modern anyagokból újjáépíteni. Ez azt jelentette, hogy le kellett verni a vakolatot, ki kellett pótolni a különböző tégla burkolatokat, le kellett bontani a födémet, új tetőszerkezetet kellett építeni. A modern anyagok azt jelenti, hogy egy olyan vakolatrendszer készült a házon, ami szárító vakolat, és egy elektronikus szigetelés is van az épületen, tehát reményeink szerint a vizesedés az nem jelentkezik rajta, és reméljük, hogy a meglevő anyagok, amit felhasználtunk, úgy a cserép, úgy az új faanyag, a padlóanyag, ezek tartós anyagok, és hát hosszú távon is, újabb 200 évig legalább még rendelkezésre állnak, és jó minőségben állnak rendelkezésre.